Maradj otthon korlátozta a kijárást a kormány a koronavírus járvány miatt. Munkálatok továbbra is zajlanak a városi nagy beruházások. Istentisztelet a járvány miatt megváltozott a gyülekezetek összejöveteleinek rendje. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Magyarország területén kijárási korlátozás lép életbe március 28-ától április 11-ig, ezt pénteken reggel jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Arról, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, Szabó Péter Paks polgármestere beszél Közélet közelről című magazinunkban. A március 27-én reggel bejelentett, másnaptól életbe lévő kijárási tilalomról szól Szabó Péter polgármester Közéleti magazinunk első perceiben. Március 28-ától április 11-ig tart ez a kijárási korlátozás. Itt alapvetően ugye ez azt jelenti, hogy a lakóhelyet csak munkavégzés, vagy alapvető szükségletek ellátása érdekében lehet elhagyni. És akkor, hogy mik ezek az alapvető szükségletek, nyilván a kormányrendelet ezt szabályozza, melyek azok az indokok, amelyek alapján el lehet hagyni a lakóhelyet. A polgármester hozzátette, a város honlapján, a paks.hu oldalon és a telepaks.net oldalon a kormányrendelet értelmezését és a lakhelyelhagyás indokainak felsorolását is megtalálják az érdeklődők. Élelmiszerüzlet, drogéria, patika és még azért nagyon sok minden szerepel ezek között, tehát a lakóhelyet el lehet hagyni szabadidős tevékenység céljából is, egyéni szabadidős tevékenység céljából. A kormányrendeletben benne van az is, hogy meg kell tartani a másfél méteres távolságot, csoportosulni továbbra sem szabad, és amit én nagyon fontosnak tartok még megemlíteni a kormányrendelet kapcsán, az az, hogy ha ezeket a rendelkezéseket megsértjük, mi paksiak is, azért azt tudni kell, hogy 5000 és 500000 forint értékben büntethető. Fontos, hogy betartsuk ezeket a szabályokat. A polgármester szerint a kormányrendelet alapvető üzenete az idősek védelmének hangsúlyozása. A 65. életévüket betöltött személyek 9 és 12 óra között hagyhatják el lakóhelyüket, és ők is kizárólag az alapvető ellátás beszerzése érdekében, a saját és családja érdekében hagyhatja el, tehát az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat látogathatnak a 65 éven felüliek 9 és 12 óra között, illetve ebben az időszakban viszont más nem látogathatja ezeket az üzleteket. Szabó Péter hangsúlyozta, alapvető érdek, hogy az idősek továbbra is maradjanak otthonaikban. A kijárási korlátozást érintő tudnivalók mellett az elmúlt hét eseményeiről, intézkedéseiről is beszél a polgármester a híradó után kezdődő Közélet közelről című magazinunkban. Továbbra is zárva tartanak a paksi óvodák és bölcsödék, határozott saját hatáskörében Paks polgármestere. Szabó Péter elmondta, ugyanúgy, mint eddig a Benedekelek óvoda ifjúságúti tagovodája, a Mesevár várja azokat a kisgyermekeket, akiknek felügyelete a járvány miatt hozott intézkedések ideje alatt másképpen nem biztosított. Továbbra is zajlanak a városi nagy beruházások, a koronavírus járvány nem befolyásolja a munkafolyamatokat. Pakson a Váczika utcában, a lakótelepi központi parkban és a Kömlődi utcában is dolgoznak a szakemberek. Közmű burkolat, zöld felületnek a kicserélése, újjáépítése és igen igényes berendezéseknek a beépítése, ami az árban is tükröződik. Én úgy gondolom, hogy ettől modernebb, korszerűbb utca, tér, felszereléseket, bútorokat, kandellábereket nem nagyon lehet most a piacon fellelni. Ilyen lesz majd a lakótelepi központi tér a látványtervek szerint. A terület első ütemének felújítása 2019 őszén kezdődött, a kivitelezést tartalmazó szerződést a sajtó nyilvánossága előtt tavaly szeptember végén írta alá a nyílt közbeszerzési eljárás nyertese, a Soltút útépítő, fenntartó és kereskedelmi Kft. És az Aliszka Bau építőipari Zrt-ből álló konzorcium, valamint Szabó Péter Paks polgármestere. A munkálatok ezen a területen is folyamatosan haladnak, az átadási határidő 2020. július 19. A Váczika utca út és közműépítési projektje idén év elején kezdődött, a szakemberek a kivitelezéssel a terveknek megfelelően haladnak, a befejezés végdátuma szeptember 13.
A központi parkhoz hasonlóan szintén a nyárra készül el a Kömlődi utca felújítása. A városi nagyberuházások a koronavírus járvány ideje alatt is zajlanak. Erről Szabó Péter polgármester tájékoztatott. A koronavírus járvány nem érinti a városi nagyberuházásokat, azok továbbra is zajlanak, illetve a kivitelező cégek dolgoznak, nyilván akár a Dunak, vagy a Kömlődi utca, de azért látjuk ugye, hogyha közlekedünk a városban, hogy ezek a beruházások szépen megvalósulnak. Paks polgármestere a szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezésre elkülönített 125 millió forintot nem a beruházásokat érintő költségvetési sorról, hanem az úgynevezett általános céltartalékból különítették el. Rendkívüli ítélkezési szünet. A bíróságokon nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést sem a hazai bíróságokon a koronavírus járvány miatt. A bíróság közlése szerint a személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárásokat távmeghallgatással kell lefolytatni, ha ez nem lehetséges, speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. Hasig érő trágyában 13 darab szarvasmarha és 3 darab ló, köztük egy darab szopós csikó állt. Az egyik szarvat fekete színű tehén sérült szemét ellepték a rovarok. Döbbenetes részletek derültek ki február végén egy állatkínzásról a Paksi járásbíróságon. Az ügy vádlottja egy dunaföldvári vállalkozó, aki az ügyészség szerint nem gondozta teheneit a telephelyén. Az előkészítő ülés után márciusban kezdődött volna a per, azonban erre és más ügyek tárgyalására nem kerül sor a bíróság koronavírussal kapcsolatos intézkedései miatt. Ha mégis személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményt kell tartani, úgy az lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni. A bíróság közleménye szerint, ha ez nem lehetséges, akkor speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. A jelenlévőknek egymástól legalább 2 méter távolságra kell tartózkodniuk, és a bíróság nyilatkoztatja a megidézetteket arról, hogy a megelőző 2 hétben jártak-e fertőzéssel érintett területen, találkoztak-e fertőzött vagy azzal érintkező személlyel. Ha valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a bíróság a tárgyalást nem folytatja le, azt azonnal félbeszakítja, és az érintett személyt egy elkülönített helyiségbe irányítja, majd értesíti az illetékes hatóságukat. A jelenlevő személyek adatai itt a bíróság feljegyzi, regisztrálja és azt eljuttatja az illetékes szervekhez. Az OBH elnökének határozata szerint a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt a személyes ügyfélfogadás minden hazai bíróságon szünetel, így nem tartanak a bíróságok ügyfélsegítő napokat, ismertebb nevén panasznapot, és a kezelő irodák is zárva vannak. Az ott dolgozóknak egy tájékoztatási kötelezettsége van, melyet kizárólag elektronikus formában vagy telefonon tudnak ellátni. A bírósági épületekbe a halaszthatatlan eljárási cselekményben megidézett ügyfeleken kívül kizárólag a hivatali kötelezettséget eljáró bíró vagy igazságügyi alkalmazott és olyan személy léphet be, aki a bíróság feladatait látja el, de ők is csak szigorú beléptetési szabályok betartása mellett. A bíróságokon a rendkívüli ítélkezési szünetben az ügyek intézésének elsődleges módja az online ügyintézés. A bírósági hivatal közlése szerint az ügyfélkapu, cégkapu és hivatali kapu regisztráció birtokában az ügyindítás a www.bíróság.hu oldalon biztosított. A koronavírus járvány miatt megváltozott a gyülekezetek istentiszteleteinek rendje. Pakson ezen a héten sem tartják meg vasárnap az összejöveteleket. A legtöbb esetben otthonról, interneten keresztül követhetik figyelemmel a hívek a vasárnapi ige hirdetést. Több lelkész rövid igei gondolatokat is megoszt az interneten. A Magyar Katolikus Püspöki Kar egészségügyi intézkedéseket rendelt el a koronavírussal kapcsolatban. A Paksi Jézus Szíve Katolikus templomban többek között fóliát helyeztek a gyóntatófülke ajtajára még hetekkel ezelőtt. Mi is ehhez igazodtunk, ami azt jelenti, hogy a szentelt víz tartókat kiürítettük, illetőleg a szentáldozásnál kézbe áldoztatunk a szentmiséken, valamint a gyóntató helyiségekben is olyan új intézkedéseket tettünk, amelyek elősegítik azt, hogy a biztonságot meg tudjuk őrizni. A koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket folyamatosan szigorítják. Ahogy az ország szinte minden részén, így Pakson is elmaradnak a vasárnapi istentiszteletek valamennyi gyülekezetben. A hétközi kiscsoportos alkalmaink is, a énekkar, a felnőtt bibliatanulmányozó csoportunk,
És a házi csoportok is most mind így elmaradnak. Szomorú szívvel kellett bejelentenem vasárnap, március 15-én a püspökeinknek a akkor még ajánlását, ugye most pedig hát kifejezett rendelkezését, ugye a kormány rendelkezései alapján az, hogy minden hitéleti vagy istentiszteleti tevékenységet, hétközi rendezvényt le kell mondanunk bizonytalan időre. És hát amit még én magam nem éltem meg, de érdekes hallani, hogy idősebbek is ezt állítják, hogy nem tapasztalták meg a legnehezebb időkben sem, legyen az háborús idő, vagy az követően, hogy bezárnak a templomok. A temetéseket megtarthatják, de a lehető legrövidebb formában. Több paksi lelkész a korlátozások miatt az interneten keresztül szólítja meg a híveket, még a legkisebb korosztályt is. Teréz anya, üzensz valamit a gyerekeknek? Hát persze, nagyon hiányoztok már, remélem mielőbb találkozunk. A katolikus templomban a tabernákulum minden nap nyitva van, a hívek reggel 8-tól délután 18 óráig mehetnek be az épület előterébe, a templom többi részét ráccsal zárták le. A látogatókat továbbra is arra kérik, hogy egyszerre egy fő tartózkodjon az épületben, tartsanak egymástól minimum másfél méter távolságot, és ne várakoztassák meg az utánuk érkezőket. A lelkészek mindenkit bátorítanak ebben az időszakban. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik. Hát én azt gondolom, hogy most a okos viselkedés valóban ez, ahogy mondták, hogy kicsit elrejtőzünk, bezárkózunk, otthon maradunk, és lehet ez egy nagyon áldott időszak is, amikor több idő van talán a családtagjainkra. Megtapasztaljuk, hogy most kevesebb munkával és talán kevesebb pénzből kell, ez nyilván nehéz, de megtapasztaljuk talán, hogy lehet. A paksi felekezetek istentiszteletének egy részét interneten keresztül láthatják a lakosok. A közvetítésekről részletes információt a gyülekezetek honlapján és közösségi oldalán is olvashatnak. A Telepakson is láthatnak vallási tematikájú műsorokat, a Pécsi Egyházmegye istentisztelet közvetítéseit KEDD kivételével minden nap 17 óra 30 perctől. Kedden ugyanekkor a magyar NB1-es labdarúgó bajnokság összecsapásait tekinthetik meg felvételről, majd 20 óra 15 perckor kezdődik a mise közvetítés. A paksi lelkészek igei gondolatait minden vasárnap a hétvégi hírösszefoglaló magazinunk előtt láthatják, várhatóan 18 óra 45 perces kezdéssel. A Jézus Szíve katolikus templomban minden nap 18 órától orgonás misét mutatnak be zárt kapuk mögött, amelyet paks lakosságáért ajánlanak. Vasárnap pedig szokott időben tartanak misét, amelyet várhatóan az egyházközség közösségi oldalán is megtekinthetnek a hívek. Molnár Imréné Ancika lett a Jószolgálat díj idei közönség szavazásának egyik nyertese. Az önkéntes segítő munkát végző díjazottat meghatotta az elismerés, amelyről azt gondolja, nem csak saját érdeme. A segítő tevékenységet március 28-ától Ancika is szünetelteti, a megmaradt tartós élelmiszereket azonban március 28-án 9 óráig még kiosztják a rászorulók között a segítők házában. Töltött káposzta, úrjacsonttal van megrakva alul a bogrács, és gombóc, csak gombóc, nem lett levélbe csomagolva, és... Hál' Istennek most már kész is. Karácsonykor töltött káposztával vendégelte meg a rászorulókat Molnár Imréné Ancika a segítők házában. A kapu előtt már kora reggeltől sorba állók élelmiszer és ruhacsomagot is kaptak, amelyeket Ancika és segítői állítottak össze adományokból. Évek óta folytatja önzetlen tevékenységét Molnár Imréné Pakson, így nem véletlen, hogy az idei jószolgálati díjra, mely rangos karitatív szervezetek támogatásával alapított országos elismerés, jelölést kapott, és az önkéntesen végzett szociális munka egyéni jelöltjei közül a legtöbb szavazatot kapta. Nagyon-nagyon nagy öröm volt, meglepetés, de hát ez nem az én érdemem csak, a segítőim érdeme, mindenkinek az érdeme, aki körülöttem részt vesz ebbe az óriási munkába, mert ez nem egyszerű dolog. Ez nagyon sok fizikai fáradtsággal jár, nagyon sok összefogással, nagyon sok emberi kapcsolatból áll, és... Természetes, nagyon sok nehézség van ez mögött, de van nagyon sok öröm is, hogy igazából az adományainkat értékelik, és hát elismerik, hogy tettünk valamit.
A segítők házában a járványügyi veszélyhelyzet idején is dolgoztak, ellátták tartós élelmiszerrel a hozzájuk forduló rászorulókat. A központi intézkedések azonban szigorodnak a következő napokban, ehhez ők is alkalmazkodnak. Beszéltem a fiatalabb segítőimmel, természetes, hogy az időseket nem engedtük ide, és rajtam kívül én is szájmarkva kesztyűbe vagyok, és holnap 8-tól 9-ig 2-3 méter távolság betartásában udvarra kiteszem az adományt, az élelmiszer, tartós élelmiszer adományt, és elvihetik, és akkor 9 után bezárom mi is. A későbbiekben kiderül, tudnak-e majd további adományokat fogadni, de egyelőre tevékenységük szünetel, a tervezett húsvéti rendezvény is elmarad. Pénteken este gyengén felhős idő várható, majd késő estétől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz, az északkeleti, majd az északira forduló szél időnként megélénkül, néhol megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 plusz 4 fok között alakul. A hétvégén napközben gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérsékletek 17 fok körül alakulnak. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várom Önöket, viszontlátásra!